Na, sziasztok, Hermitium lakói! Képzeljétek el, hogy az utolsó összecsapásaimban megérkeztem oda, ahol nem is jártam kívülről, bámulom mindössze a játékot, és feltűnt, hogy újra van igazságkrista. Hihetetlenül vártam ezt az időszakot, mert újra lehet azonosítgatni majd. Meglátjátok, mindent visszacsempésznek. A rossz hír mindig igaz, ezt ne felejtsétek el, ha velem beszéltek. Na mindegy, addig, amíg ez nem derül ki, hogy mi történt, addig én gyorsan elmondom, hogy miért vagytok vérgagyik. Itt van Cornél. Hát, Cornél Hun. Cornél, nem tudom. Nem tudom, mi a terve ezzel a karakterrel. Lesz ebből valamikor törpe? És itt nem az 1,3% krit az, ami a szememet bántja, hanem az a 3000-es sebzés. Nagyjából egy... mit mondjam, egy 3 hónapja kifarmolt 45-ös törpe jár ezen a szinten, hogy van neki 50 védelme, 22 hárítás, vagy mi az 22 ellenállása, meg egy 3000-es teteje. Jó, van egy kesztyű, de mivel van sebzés, életerő, védelem, meg beletettél egy csorba. Nem hisztik el, csorba gyémántot berakta, és mert utána elküldte nekem a karaktert. Tehát ez a, nem dolgozok a karakterrel, nem nagyon akarom kifarmolni, legyen rajta valami védelmes gyűrű, mert ez rohadtul kell kétkezesse, azt utána elküldöm Hermitnek, mert ugye megmondja, hogy milyen fantasztikus, azzal, hogy egyetlen oldal tárhelyet kinyitottam. Ebben a karakterben nincs munka. Nincs. Nem tudom, miért küldted el. 22-es tudás azt jelenti, hogy az életben nem hallottad még a mentor karakter kifejezést szerintem, és tudod, hogy ezzel lehet inkább engem felbőszíteni, mint a pamplonai bikát. Na, mivel lehet a pamplonai bikát felbőszíteni legjobban? Dehogy a tömegfutásával, bolondabb. Dehogy is. Azzal elveszitek a reggeliét, nem adtok neki friss, finom, zamatos szénát. Hülyék! Na, szóval ez valami hasonló. Megvontátok tőlem a tudásanyagot. Szihetet. 22-es tudással. Mi volt a terv, amikor elküldted ezt a karaktert? Hogy mit fogok róla mondani? Vagy biztatlak, hogy ügyes voltál, hogy 9 éves létedre egyedül már tudtad ketté vágni magadnak a kakaós kalácsot? Nem öntötted mellé a forró cukrostejet, amit édesanyja adott mellé? Vagy what the fuck? De nem értem. Elküldöm Hermitnek, megmutatom, hogy milyen kigyúrtizmos 3000-es sebzési 50-es karakterem van. Look around, man. What does it mean? Nem mondok róla semmit, mert szépet nem tudnék, meg nem is akarok rólatok, hogy egyáltalán nem akarok rólatok semmi jót mondani. Rosszat meg azért nem akarok, mert... hogy mondjam? Porigaláználak. Nézzük az övet. Sebzéses, életes, azt mondom, még el is megy. A köveket benne már nem is méltatom, hiszen már a csiszoltig eljutottunk, ami szerintem valami csúcs teljesít. Ezt már nem tudom, hogy miért két slotba gyűjtöd egyáltalán a matériatöredékeket, vagy mizét, de az már csak te dolgod. Ezen a 3000-es sebzésen nem tudok túljutni, komolyan mondom, mert fő karakterként, ja itt még egy oldal csak ki sikerült még ki építeni, mert az plusz 2000 Undermant lett volna az utolsó sor. Hát az a pajzs az érdekes, hogy az a szem alakú valami olyat még soha nem láttam, megmondom őszintén. Bámulok tátott szájjal, mint borjú a... Na, mondjuk azonban, hogy borjú szelet az új kapura, hogy jobban hangzik. Ezeket a potikat se ismerem, de tök jól néznek ki. Azt mondja, hogy 19... Ah, PvP-zni bezzeg tud! Követ, nincsen tárhelyed, nincsen sebzésed, nincsen, de PvP-be úgy jársz, mintha kötelező lenne. Hát azokat a robbanó golyókat egy életre felejtsd el, ezt bármelyik barátod megmondja neked. Viszont, hát ugye mondjuk a tornyok, ja, taktikai lőfegyver. A taktikai lőfegyver használatát mellőző ifjoncoknak tudnám javasolni azt, hogy de mégis. Tehát de mégis, mert amikor, hogyha mondjuk azt mondom, hogy lenne ilyen 150 vagy 140 gőzed, akkor szó-szó, de a taktikai lőfegyver fogja neked azt a gőzmennyiséget megadni, amiből azt a Teslát kapod, amit rádobhatsz a tankra, hogy ne fagyassza le, vagy stunolj el valamelyik boss, és akkor cserében ne fusson rád, és te ne dögöljél meg, és ne dobjanak ki a csoportból. Remélem egyszerű, logikus, észszerű, felfogható és befogadható lineáris okfejtés volt, amelyet a dedukció útján hoztam létre, csak itt csak most csak neked, kedves Cornél. Úgyhogy kérlek, fogadd be el jó tanácsomat,
Hát ez a csizmáza, jöttünk, mentünk, visszajönnénk, 81 sebzés, jó van ez a izéhozé, feljövök, lejövök, 12-es számú acsétől, olyan vagy, mint a barátok közben valami statiszta, úgy, úgy is háttérbe fogsz mozogni, tök mindegy, hogy izé, mi van rajtad, mert úgy, jó van, izé, köszönjük szépen, napi 3000 volt viszontlátásra, értettem, na, jó, egyszer jó, amíg fel nem nősz, itt kiskorodban minden elmegy, jó, haladjunk. Igen, ugyanez vonatkozik a pecsétedre is, 21-es meg 18-as sor, tehát ezek inkább olyan 38-41 szinten közepesen megbocsáthatók, amikor Gorganorbra kibejársz, hogy kapd az XP-t tegercsel, akkor azt mondom, elmegy, itt 50-esen körülbelül annyi köze van a játékhoz, mint most nekem. Banned. Érted így? Pff, banned, tehát kuka. Kuka, drága testvérem, add el, olvasd be, vagy dobd ki, vagy semmisítsd meg, vagy... Hát... Fú... A fegyveredről. Hát a nem jó, de nem is rossz, cserébe viszont elég szar. Na nézzük, azt mondja, az 65, 95, 103, majdnem 104 százalék fegyversebzés, 85 sebzéssel. Alapvetően arra jó, hogy itt izé elkezd vele az életedet, de mi ugye a százalékokat nem lehet húzni, ezt két sorba meg kellett volna tudni oldani. Alapvetően nem rossz azért, mert hogyha telirakod majd Rubinnal, látod, ott is hibát ejtettél, mert ugye három csiszoltat összeraktál. Mennyivel jobban mutatna az a három csiszolt, az 3x11, 33. Csak slotokat kellett volna tenni a fegyverbe, ahhoz meg Undermant kellett volna, amit farmolni kellett volna, azt te meg nem, mert csak PvP. Jó, tehát el is jutottunk addig az okfejtésig, hogy... hogy mondjam... hamarabb utolérni PvP-n a lusta embert, mint a döglött kutyát. Érted? Tehát ezért van az, hogy így le fognak mindig téged győzni, meg ezt a karaktert, ezt nem vinném magammal még normál köztesbe se. Ezt megérted, hogy miért? Vagy elmagyarázzam? Vagy... Még akkor sem, ha lenne még karakterem, délsóban. És akkor nem érthetett az, hogy halleluja, hanem csak az, hogy fúj, menj innen. Igen, barátom. A lustaság az nem fél egészség. Az tök egészségtelen. Többek között a karakter életének szempontjából is, mert megdöglik. Na, remélem elég effektíven kifejeztem magam, és nem kell magyarázni. Gyűrű. Sebzés, élet, életsebzés. Jó van, gratulálunk. Két csiszolt kő. Fantasztikus, vannak csiszolt köveit. Na, dragonkabát. A dragonkabát az mindig jó. Hát, első rangú, jó van, egyszer bementél, megkaptad, ki jött és sírva elfutottál. Ja, de legalább van valami, azt is 48. Ú, de nagyon friss lehet ez a karakter, ha te ott még csak 48-as voltál. Nem baj, a farm alól ez sem mentesít, érted? Tehát a kötelező farm törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól. Ugye, ezt írja a magyar polgári jog is, meg a büntető is, meg mindegyik, úgyhogy puh, eljálljen. Figyelj, vagy DSO-zol és farmoz, vagy hagyd a picsába, hogy gyere velem más játékokba. Tehát döntsük el, hogy hitek vagy meleg. Értsd meg, egy kicsit nem lehetsz terhes. Vagy igen, vagy nem. Na, mindegy, ezt már egyszer emlérázom, hogy nagyobb leszel. Addig egyelőre csak nézd a... kergesd a Pokémonokat. Ja, hát itt van egy ilyen ruha, ezzel a 10% sebzés, de mellette az a 18 sebzés, ja, és úgy... 46-os ruha, igen, tehát... Ja, hát egyszer találtál valamit, fölraktad, azt megvan oldva, mi? Hát, ha dőlünk, azt szivarozunk. Istenem. Na. Jó, hát ez most... Erre most mit mondjuk, gratulálok, de... sebzés, itt mérhetetlenül rossz. Összesen van bele 69 sebzés, meg 144 krit. Hát igen, ezért tartott ez a... Ebből a karakterrel egy hét alatt plusz 1000 sebzésbe lehet tolni. Egy hét farmolással 4000 fölé lehet vinni ezt a karakter sebzésben. Egy hetet, és normál köztes, még csak azt sem mondom, hogy ilyen fatalokon égesd magad. Bár mondjuk ugye rombival miért ne 7-8000 lennél, tehát akár. De azt mondom, hogy normál köztes, egy hét és ezret ugrik a sebzésed. Én meg közben kicsinálni kell azért a mentorkarit is. Persze, igen, egy vállas, hát jó, van benne 63 sebzés. Védelem, fantasztikus, neked az nagyon kell ebbe a kariba a védelem, főleg úgy, hogy köveid nincsenek, de azért jutott egy egyszerű kianit, valljuk be, az nem kutya, sőt, nem is macska, agatom fénypesít, ez minek? De most könyörgöm, védelmes, főleg jó szar, de védelmes, barátom, kinél vagy te, mert magadnál biztosan nem, tehát bocsánat, tehát,
Érted? Telirakod magad védelemmel? És gondolod ettől majd meghal a Hered úr fatal? Vagy mi volt a terv? Jaj, védelmes kő. Védelmes gyűrűben. Védjetek meg tőle. Sisak, három sor sebzés, az legalább jól néz ki. 30-as sebzés érték fölött jók a 50-es tárgyak. De ennek most megbocsátjuk, mert legalább létezik ebben a formában. Egy kis élet, egy kis sebzés. Na és ezzel végig is jutottunk ezen a csodálatos, fantasztikus, nem egyszerű karakteren. Én azt mondom, hogy egy fél év múlva térjünk majd vissza rá, ha én akkor még élek, bár akkor már a DSO szabályit nem tudom, illetve be lesz az 55-ös szint körülbelül, tehát biztos, hogy nem fogok tudni már segíteni és kritizálni. De alapvetően én azt mondom, azért nem lenne ez egy rossz karakter, ha egy kicsit foglalkozni lenne, mindegy. Szóval, ha dolgoznál, öcsém, dolgozz. Mert a munka nem esít, tudom, te akkor polgár maradsz. Szállj egy hetet, vidd fel ezzel a sebzést, és onnan már azért jó leszel. Onnan már érzékelhető lesz a sebzésed. Hatékonyabb törpe leszel. Na, köszönöm, hogy megnéztetek, köszönjétek meg, hogy szóba állok veletek. Megtaláltok a Lady Sabrinán, a facebook.com/hermithunon, a Mastery Hermithunon és a Rage Games-en is. Aki keresve írja Google vagy Hermithun, és megtalál, többiek meg úgy sem akarnak. Na. Köszönjük, hogy megnéztetek. Csőbász, csőpacsi. Sziasztok!